Üdvözlök mindenkit, Necrocrime vagyok, jöjjön egy kis Warframe Endless Kuva forma végre eljött közénk. No és ez a videó azt fogja feldolgozni, hogy megéri ezt csinálni, vagy inkább a régit szeretjük. És azoknak, akik szeretik ezt csinálni, a legjobb csapatösszeállítást erre a kombinációra, hogy a lehető legtöbb kuvát tudjuk kihozni a lehető legrövidebb idő alatt, de természetesen belemerünk, lesznek modolások, fegyverek, javasolt fegyverek, minden, mindent megpróbálok összefoglalni mindazok számára, akiknek érdekelt ez a Kumavision. Ugye sokat beszélgettünk a Warframe alakulásából az elmúlt időben, és egy valami volt nagyon jó régen a warframe mert az a Tower rendszer, és az, hogy egy kulcsal bemettél egy survivor és a jutalom, ami dobott 5 percenként, az megérte, hogy bennmaradj órákon, órákon keresztül, és ez hiányzik úgy gondolom a mostani Survivor-ből, és a lévén a Survivor az egyik kedvenc játék mondom, a Warframe-en belül, így aztán a Kuva missionre egy aféle kíváncsisággal is néztem, mert a Kuva egy olyan dolog Warframe-en belül, amire igazából eléggé szükséged van, főleg, hogy a Rivenek egy olyan központi szerepet játszanak most a Warframe világában, amiből platot lehet csinálni, vagy akár OP-bá válni, így aztán a Kuva egy eléggé Signifikáns elemmé vált a warframe e amit konkrétan mindenkinek kell egy adott ponton farmolnia, ahhoz, hogy elérje a céljait. Így aztán megalkották a végtelen kuva farmot, és a Survivor szerelmesének, mint én, azt kell mondjam, hogy számomra megéri, mert élvezem a Survivort, viszont, hogy őszinte legyek, időben, időben, úgy gondolom, hogy a régi fajta az, hogy kibeugrász különböző mission-ökön, megesett, hogy jobban megéri, főleg, hogyha van kuvaflad a környéken, és négyen mentek haverokkal, az azt jelenti, hogy négyszer lesz kuva flad mindenhol, és mindez boosterekkel, macskával, kínjával együtt sokkal gyorsabban ki tudsz farmolni ezt a 16K kuvát, mint hogyha elmennél, kb. egy olyan 40-50 perc survivorre a Kuva mission -en. Ez sajnos, sajnos tény. De azoknak, akik szeretik a Survivor-t és szeretik azt az izgalmat, akkor a Kuva Mission, a Survivor az, az egy eléggé jó dolog tud lenni, mivel hogy főleg, hogy egy adott ponton fél óra után elég kaotikussá válik az egész környezet, és nagyon kevesen uh, bírnak uh, följebb menni mondjuk, de nem lehetetlen, természetesen jó csapattal el tudsz menni valószínűleg elég sokáig, viszont uh, uh, tényleg elég kaotikussá válik, így aztán nehézkesé is válik uh, a farmolás. Van itt, van itt minden, kuva guardiánoktól kezdve, bombardokon keresztül. Azért jártatok a Kuva Fortressben, nem nem a legkönnyebb pályák, tényleg kaotikussá tudnák válni, mivel ezt még megfűszerezik a guardiánokkal is. Vala, voilà, széfini! Na de most, srácok, mire van szükségetek ahhoz, hogy a lehető legtöbb kuvát kihozzatok a, a, a dolgokból elsősorban szükségetek lesz azért egy boosterre, legalább, nem, nem kell drop chance booster, nincs szükség lehet, de resource booster, az jó, ha van. És azért a trader visz elég gyakran hoz resource booster, drop chance booster, szóval érdemes kivenni, és akkor, ha már van, elugrani egy kis kuva Szóval, hogyha nincs 40 negy, platot, hogy vegyél 3 napos boostert. Na de, booster nem árt. Smith a kavat nem árt, főleg azért, mert nem kell semmiféle uh, sentinel, amit beszívja a dolgokat. Uh, Smith a kavat fog kelleni, booster fog kelleni, ugye egy ilyen, um, hogy is mondjam, life support, amit átalakítasz kuva, uh, KUVA support-tá, konkrétan, uh, ez 200 ad boosterrel, 400-at, és egy Smeeta a akár 600-at, szóval így maximalizálhatod a dolgokat. Ez Ezekre gondolj, mielőtt elmész erre a survivor -re. A következő dolog, a probléma, amiben a legtöbb játékos ütközik egy survivor a manapság Warframe-ben, az pedig, hogy hogyan Survivor-ezzünk, és hogy hogyan érjük el azt, hogy az enemy spónoljon. És az egyik legegyszerűbb módja annak, az enemy spónoljon, hogy Survivor elején gyorsan végigjársz egy lehető legnagyobb területet, a, amit lehet, azért, hogy minden spawnpont, a lehető legtöbb spawnpontot felfedezd egy survivor -on. És egy másik nagyon fontos dolog, amitől az enemik jönnek fel uh, egy survivor az a radar modok. Tehát a Thievesweet, az enemy radar, uh, a, a macskákba az Animal Instinct, Instinct legyen benne Warframe, illetve Sentinel, illetve macskába. Ezen uh, modok segítségével kiterjeszted a radar range és azon enemik, amelyek benne vannak a radar range alert módba kerülnek, és automatikusan jönnek feléd. Vigyáz! Most vigyáz. vigyázz! Iszonyatos tömegdömpinget kaphatsz időnként. Szóval, főleg, hogy hogyha kettőtöknél van, és nagyobb területet fettek le, a tömeg, ami néha be tud jönni egy ilyen radaron, nem, nem feltétlenül bírod a killing számot fenntartani. Vigyázz! Tehát erre szólok, de ha van, az jó, mert akkor jönnek. Mert hogy a kuva az egyik legnagyobb probléma, az élet fenntartása, az life support fenntartása. Na most, természetesen sajnos, vagy nem sajnos, Emiatt a Necros egy elengedhetetlen karakter. Lett é, ebben a dologban. És ennek a videónak a, a végén be fogom mutatni a Necros bildet és a többi karakter bildet, ami e, viszek vagy vinnék erre a Survivorra. De e, csapat összeállítás szinten a necros kétfajta módon lehet bildelni, egy szóló, illetve egy csapatorientált bildre. A szóló bild természetesen egy kicsit kevesebb rangsel, -e, de a Necros szerepe az, hogy fenntartsa a live supportot tankosabb legyen, hogyha szólóban vagy, és csapatorientált bír, hogyha van mellette egy jó csapat, amely megesett, hogy a következőket foglalja magába. Frost területre és időre húzva a tömegszabályozás miatt, hogy lefagyaszt az enemiket időre, hogy legyen ideje a mesának leölni őket, hogyha arról van szó, vagy éppen bármilyen demigyes rémnek, mint akár egy Excalibur, egy Excalibur jó választás volna Exalted Blade-del végigdarálni mindenkit és uh, ugye a Frostnak a IC és Augment módjával extra armort adhatsz a társainak továbbá, uh, ha időre fagyasztod le őket, ugye armort csökkentesz. Uh, konkrétan az, az enemiken ezért egy nagyon jó választás a Frost a Necros mellé és az Excaliburral és a harmadiknak akár egy Speed Novát is meg lehet csinálni hölgyeim és uraim, annak aki elég bátor, <laughs> egy speed nomád tudnék javasolni, beadsz neki, minél gyorsabban jönnek, minél többen fel tud tartani a live supportod és nincs gond. Ebből a szempontból a Frost helyett, aki nem szereti Frostot, Bobond tökéletesen föl lehet használni. Kicsit esedékeny a drága, úgyhogy óvatosan kell vele játszani, de minden esetre, hogyha egy jó játékos fel tudja tartani az egész pályát, fel tudja akasztani, és akkor a mesa tud takarítani. Szóval a vóban WoW meselve jól tudna összedolgozni, természetesen a frosztal is, de a vóban WoW nagyon range-en tud dolgozni, és a mese nagyobb biztonságban tud lenni, esetleg a frost lefagyasztja az enemiket elképesztő módon, meg tudná ezt oldani, és ugye a necros life supportot fent tudja tartani. Na szóval, hölgyem és uraim, hol, hol Ja, igen. Nos, most, hogy lassan a videó vége felé érünk, megmutatok egy pár modolási setupot, Uh, Necros, Frost, bóban. Ja, egy Trinity azért, azért azt az, 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 az se sokat ártani, hogyha arról van, akinek szüksége van rá, de Necros mellett nekem nem nagyon van. Uh, de mutathatok Trinity-re is, Excaliburra egy Uber um, Survivor build uh, Nova, a Speed Nova, szóval az, azon nem kell nagyon uh, semmit csinálni, és esetleg egy-két fegyvert, nem tudom, ahogy belefér az időbe. Ami a necros modulását illeti ez lenne a szóló uh, változat, arra készült, hogy tankos legyen, és hogy bírja a lövéseket, elég jól is bírja a lövéseket, azt kell, hogy mondjam, és uh, egy adott ponton, egy adott, amikor már nehezebb mondjuk úgy lőni, arra készült, hogy átváltsák kardra, és karddal um, intézzel az enemiket, ezért is van benne nekem egy Arcane Strike, Arcane guardian további túlélés, az, az extra 600 armor érdekében, de a Health Conversion az, ami igaz csinálja uh, a, hogy is mondjam, a varázslatot uh, ebben a buildben, továbbá a um, Shield of Shadows uh, és, és a Despoil, tehát a háromnak a működése együtt fent tudja tartani a life supportot, hogyha szólósabbra akarod tervezni ezt az egészet, fent tudja tartani a life supportot és effektíven tudsz ölni enemiket, továbbá túlélni azon enemik között. Uh, Rejuvenation, ha szólóról van szó, tehát itt az ilyen elemi radar meg ilyesmit elfelejteni, a maskába természetesen így is benne van, de Rejuvenation, ha arról van szó, hogyha, hogy szólósabbra kell menni, itt aztán berakhattok Stand United-ot, ami, 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 ami tetszik, amit akartok, tehát, de én a Rejuvenation mellett döntök, és ezen felül mindenki úgy neki tetszik. Csapat orientáltabb uh, build, nagyobb rangel, némi idővel, ha ijeszteni kell ezen a Rangel, és um, Shield of Shadows itt is be van egy kis extra védelem, hogyha nagy lenne, nagy lenne a baj, természetesen over Extended, uh, Enemy radar itt már a macskának együtt az uh, Animal Instinctjével, és voilà, Szefini, Ő lenne egy kicsit csapat um, orientáltabb build. Ennek létezik egy ilyen változata is, hogyha. Kinek mi a játékstílus, az, az az igazság. De számomra ez, ez, ez a preferált, hogy őszinte legyek, hogy egy ismeretlenebb csapattal meg, mert akkor tudom, hogy, hogy számíthatnak rám ebben a szempontból, a tankosabb vagyok, nem kell arra figyelni, hogy folyton fölszedjenek, tudom, magam védeni, stb. Nos, ez lett volna a nekrosz. Ami Frostot illeti, többfajta bildet is be fogok mutatni, kinek mi, hogy hány, merre a játék stílusa. Ez, amit most láthatok a képernyőn, ez egy extra durabilitásra készült, amit láthatjátok azért Steel Fiber, az extra armoré, plusz még kettő darab Arkane Guardian, a még több ér szóval azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag túlélésre készült ez a Frost, hogy bebírjon kapni néhány lövést, szóval hogyha ismeretlen csapattal mész, akár ezt a bildet tudom ajánlani, nagy, viszonylag nagy range dolgozik, sok idővel, a kicsit feláldozott természetesen az effektivitás, de semmi probléma, mert egy zenuri kiskolát fogsz vinni, és voilà, Extra armolt magadnak és csapattársainak az IC Avalanche Augment moddal tudsz biztosítani, szóval arról van szó, már mutattam, hogy egy necros, egy erős necros bildet, egy erős rossz bildet, hogyha szólósabb um, változatban akarod nyomatni. Na most, ha csapatorientáltabb a build, akkor természetesen mehetsz itt egy Natural Terentel IC Avalanche helyett, de itt is a két Arcane Guardian, hogyha van természetesen, megvan oldva, 160 és több effektivitás, tehát több Helyen tudsz mozgolódni, többet tudsz mozgolódni, több energiával, gyorsabban káztalod a képességedet. Szóval ez úgy mondhatni, hogy egy ilyen gyorsabb um, frost, az Armored Agility miatt, meg is van növekedve egy kicsit a sebességed, egy mozgékonyabb játékos számára uh, készült. Mondhatni így. Én a c configot uh, kedvelem a legjobban az extra túlélési képességei miatt. Az alkonfigom az egy semmi nagyon extra gömb gömb gömbel, gömb hátán. Na, de ennyi. C build, vagy itt a B build, mind a kettőt ajánlom szeretettel, főleg a C-t, hogyha arra kerül szó, hogy csapatot kitámogatni egy survival mission Ami Excaliburt illeti damage frame-nek, vakító frame-nek, control frame-nek, mindennek, igazából, tehát rosszul nem jön frame-nek, ezt a buildet tudom uh, ajánlani, semmi nagyon extra, uh, ami igazán megmenti itt uh, az Excalibur-t, uh, az egésztől a Quick Thinking, illetve a Rage uh, modok, továbbá a Chromatic Blade, hogy egy kis extra uh, damage-re vágysz, de hogyha nem vagy elégedett ezzel, uh, ez egy kifejezett Survivor build uh, Excalibur számára, de hogyha nem vagy kifejezetten boldog ezzel, akkor csinálsz valami ilyesmit, ahol még jobban rágyúrsz az erőre, területre, illetve effektivitásra, és mind, mind a kettő tökéletesen működik, viszont uh, itt nincs rage, és nincs qu um, quick thinking, quick thinking, nincs quick thinking, így aztán a túlélési lehetőség az um, csekély, hogy így is mondjam, egy adott pont után hogy őszinte legyek. Arkineknek Guardian, akinek van, akinek nem rakjon be valamit, mert egy, egy Arkin rosszul nem című történet, és hát ja, nagyjából ez ez lenne az Excalibur, a B-bildet megtartom magamnak, mert az egy titkos build, hogy őszinte legyek. Nos, hát srácok, a, a probléma az excalibur hogy ez ez a build uh, megkívánta ezt az, ezt az öt formát, viszont, uh, mint olyan, az Excalibur emiatt nagyon-nagyon-nagyon hálás. A taktika emögött a build mögött kettes képességem van, tehát folyamatos használat alatt tartom a kettes képességet, és az ugye azért növel damage-et is, hogyha arról van szó, az Exalted Blade számára, de folyamatos spemelés alatt tartom a kettes képességet tömegszabályozás gyilkolás szempontjából. Más a build jöjjön. Ez, amit itt jelenleg most láthatok, amit látjátok, jobban rám egy erőre, című történet, de vigyáznod kell, eléggé energia éhes, mondhatni az, de egy zenurik és néhány energia orb segítségével teljes mértékben fent tartható extra damage ha endgame felé menet, ez egy egész jó build. A B build szintén egy titkos build, amit nem mutatnék meg, ha, ha, ha. Um, és csapat, hogy is mondjam, szónosabb, orientáltabb build, több energiával, kicsit kevesebb erővel, de szintén ugyanúgy brutális, kicsit több idővel. Azért az extra Defenser, uh, arcane Guardian, arcane Victory című történet, azért, hogy töltse az életet, illetve extra armorod legyen. Mesához gyorsan mutatnék egy fegyvert, amit én nagyon-nagyon előszeretettel um, használok, és kifejezetten mesának csináltam meg amúgy meg vehetetlen, szóval óvatosan vele, szóval Stug lenne a választásom, ezért, mert Viral Corrosive Radiation, a mesának az ultia eleve beprokkolja a puncture slash impactot, és ezt még kiegészítve kétfajta elementál a hárommal, szóval azért az nem egy rossz dolog, ezt a fegyvert kifejezetten ajánlom a mesához. Uh, hogy összetek, vagy bármilyen olyan fegyvert, amiben csak elementál uh, damage vannak, vagy elementál damage tudsz kihozni. Című történetén, ezt erős szeretettel állom. Ha nincs, akkor tök mindegy, mert a Mesa Ulti így is kurva erős. Tök mindegy, milyen fegyvert használsz, így is kurva erős. Ezt tudom ajánlani szeretettel. Nos, ennyi lett volna a Mesa. Ami a Trinity-t illeti azoknak, akinek szüksége van rá, ez lenne az én Blessed trinity -m persze egy dolonra van inkább kifejlesztve, azért is az Arken Nullifier, de Arkane Guardian, Arkane Guardian tökéletesen megteszi a szerepét, szóval ő lenne a Blast Street is, semmi olyan extra csapatban, csapatot életben tudjál tartani című történet. Voilà, Szefini. Ha nagyon, ha nagyon, nagyon, nagyon fokozni akarod, akár de Street-it is ki lehet belőle hozni, de az majd egy másik videó elejéig című történet. ja, ennyi. Ennyi lett volna. Nagyjából bemutattam minden olyan frémet, ami QWO eh, formolásra eh, jó, tökéletes, sokat tudtok bennmaradni, sokat tudtok farmolni, és mindezt azért a Survivor, Survivor szerelmeseinek, eh, hogy így mondjam. Srácok, ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, nagyon köszönöm a figyelmet. Discord szerverünket kérlek, használjátok egészséggel, azért van mindenki számára fenntartva, trollok távol. Uh, kérdésétekkel megtaláltok meg a Facebook Facebookon, vagy akár itt a videó leírásában. A következő videóig. Sziasztok!